Az nem dupi. Ja, tényleg jó egy haj, átfúj fejem szél. De én is azt mondom. Meg hát nem úgy nézel ki, mint valami ez egy hülye. Gyökér. Ciao. Szép napok. Jó napot. Jó napot. Gyertünk dolgozni. Másodállás. Ja. Nagyszerű. Mondták, láttam ezt Dr. Chon 200 watt-tal lövöldözte kifelé. Ja, megtanuljuk ezt a defibrillátort, két tapancsot átesszük, 360 kilövés. Hát az a ja. Nem passzhaj, feláll, fel kell, megyünk tovább. Ez nem így működik az a baj. Előtte megnézzük a légutat. Ja, be kell zselézni előtte, láttam. Azt hagytam ja. Ki. Uh-huh. Be kell zselézni a hajadat. Akkor ezt beszéljenek meg, ott bent a hölgyel, jó? Megbeszéljük a hölgyel is. Az... Ő ha járt kell bezelézni? Ott napozós. Akarnak beszélni vele, Gyuri báék. Kiben? Akarnak jönni másba. Kezdj csókolásba. Jó napot kívánok. Biztosan velem kell megbeszélni az igazgatóra. Tehát Juki, tehát nem... Juki, mit csinálsz? Hagyd az emlőjét a helynek. Becsütöttem fűző, mit csinálnék? Ja. Na. Kettünk dolgozni másodállás, mert egyébként rendőrök vagyunk Gyurival-val. Én magas rendőr. Ellátjuk az urat. Hát, mi? Én, de jó fizet rendőrség, csak nagyon elhivatottak vagyunk, és szeretnénk további segítség nyújt a országnak. Hát nagyon rendesek. Ja. Igen, meg a Gyukondus szeretne lónyugtatót. Jó, hallom, itt a izét, Laci. Ja, figyelj már, arra gondoltunk Gyuriba, mi lenne csencselnénk kicsát, kicsát csencselünk lónyugtatót, és az lényeg, egyszerű szóljuk be egymás. Mit szólsz, járhatjuk? Nekem ne szólja be. Nem neked, de hogy... Viszontlátásra. Nem, Gyurival belőjük egymást. Mi? Csak úgy egymásnak, egyszer. Ja. Egyszer kipróbálnám. Megmutat, gyere Gyuki, ellássuk azt az embert oda benn. Melyiket? Hát oda bement, lefeküdt, majd mink ellássuk. Akkor doktor úr meglássa, hogy azért vágjuk a helyzetet. Ott van, ott ül. Aha. Na, gyorsan feküdjön le a beteg! Kurva, gyorsan feküdjön le a beteg! Skandozás! Magyar doktor megérkezett. Nézd meg a korlapját. Nyújtsa ki a kezét, uram. Nyújtsa ki a kezét. 32 éves férfi. Megnézzük a pózusát. Pózusát. Gyuri, be kell mosakodni, ez fitma szűkül együtt. Azt nem hiszem. Tényleg, mik a panaszai, uram? A pózus a 75, az szerintem teljesen rendben van. Bár jobb lenne, hogyha egy kicsit alacsonyabb lenne. Egy vérnyomása. Voltam. Nézzük csak a vérnyomását, megmérjük a vérnyomását. 130/90, hát doktor az kicsit magas, nem? Hány éves maga? Kicsit. 27. 27, akkor meg főleg oda kéne figyelnie. Írjon fel Gyukondus doktor egy kis algoprint az úrnak. Rendben. Egy kis vitamint. Ja, meg írjak fel neki C-vitamint. D-vitamint, sokat kéne a napra járni. C-vitamin. Így van, kicsit vérszegény az úr, úgy látom. Ja, meg írjak neki üveg. Mert soha sérült meg, uram. Vörösbor. Itt az ingatlannál közelben. Hát mondjuk mit a testén. Mit történt? Testén hol sérült meg? Hát leginkább az arcom. Azzal mondjuk az hát, látszik, vegye le a szemüveget. Azért már nem tudunk segíteni. De jó, plasztikai sebészt azt tudunk. Ja. Aha. Ez nem kell. Adjon csak egy szikét, majd megjavítom. Na, akkor. Figyelek, tanulok, Gyurika. Jó, ezeket szívja el. Na, kezdjen neki, szívja el. Mire elszívja, jó is lesz. Így van. Gyuri bá. Hol a Gyurika bá? Állítva Gyuri bá? Tiszteltek Gyuri bá szolgálatban van most? Gyuri bá? Nem. Jó, azért fűtennék egy kérdést. Tudja ki vagyok? Kovács László vagyok. De tudom, meg. És szeretnék ügyvéd lenni. 10. áll a priuszom, mennyire lehetséges? Ja, 10. 10.
De jó, hát akkor lehetséges. Hát ha nincs privis, akkor lehetik. Kéne a segítséget, György úr, támogasson engem. Van az a pénz, hogy támogasson engem, hogy a önkormányzatnak szülnök Kovács László a legjobb ügyvéd. Kovács László a legjobb ügyvéd. Hát felveszik a nyilvántartásba, 10-én kivérje. Akkor ezt is ideírom C-vitamin alá, Gyuri. Igen, bár, ha most igen akkor... két dobozzal. Ha most a 10-én kibírom, akkor szól az önkormányzatnak érdekembe, hogy hagyd le esek ügyvéd? Persze, szólok, így van. Hát én Gyuri Bálya magát imádom, mondtam már. Kiállítom. Nem, a Murka azt mondta, hogy Rákos vagyok. Én kiállítom magának az erkölcsit a 10-én kibírja. És még tud egy olyan nyilatkozatot írni, hogy Kovács László megfelelt minden pszichológiai tesznek, és... Hát azt nem én írom, azt itt a kórházban. Jobb ideje, akkor azt szeretném, hogy írásba ad, hogy Kovács László... volt már próba, várjon, igen, maga csinálunk egy próbatárgyalást. Igen, egy próbatárgyalás, igen, és akkor maga leosztály az engem Gyuribá. Persze, megoldottam. Jó, akkor 10-én megbeszéljük. 10-én, így van. Jó, rendben, köszönöm Gyuribá, puszilom, aztán nagyon erőt egészséget. Viszlát. Erőt egészséget. Na. Szóval, vannak egy további panaszai. Így van, hogy érzi magát, uram? Hát már sokkal jobban. Na látod, ugye? Látod, itt van helyünk köztetek. Látod, ki se kellett sütni 700 watttal szemét. Ja, ezt meg vegye be, szóval minden fasz lesz. Jó napot kívánok! Volt a kisütjük. Akkor vagy. Jó napot kívánok! Mi történt? Mi probléma? Nagyon fáj a fejem. Jöjjön. Vegye le a felsőjét. Vegyem le a felsőmet? Hát így van, a felsőjét vegye, meg a cipőjét, mert ne cipőbe feküdjön. De drága uram, a fáj a fejem, akkor mi vegyem le a felsőmet? Hát azért már, hogy megvizsgáljuk, tudja. Jó, rendben, köszönöm. Felsőn keresztül azért nem nagyon lehet. Jó egészség, további panasz, gyöjj vissza. Vizsgálni. Cipőjét is vegye le, aztán feküdjön fel oda az ágyra. Cipőmet is vegyem le. Hát mely cipővel feküdne az ágyra? Parancs. Más ezen eszik. Más? Ki esik ezen az ágyon? Ne haragudjon, hát, drága. Tudom én, vannak olyanok, akik ágyon esznek. Na, sokan ágyon vannak esznek. Ilyenek. Nem látott még amerikai filmet? Na, feküdjön szépen a hátára. Figyelj, Gyuri, nagyon nem jön össze, kitolom az asztalon. Nagyon jó, nézzük meg a talpát. Feltolom. Nagyon talpom, nagyon csikis ám. Feltolom itt a mozágát, be van-e dagadva a bokája, de nincsen bedagadva a bokája. Nem vizes a boka a dzsukihez, fel kell írni. Ja, nem, nézzük. Nézzük. Milyen dzsukiról beszél? Ja, én vagyok dzsuki. Dzsuki. Csumizla. Na, azt mondja, hogy nézzük itt az arcát, hát felületi sérülések, orzsások vannak. A borogatás fel fog múlni. Én Zsuki, fel kell írni neki algopirint, mert fájdalom ára. Így van. Fájdalom gyulladás csökkentése teljesen jó lesz. Penicillin tablettát. Jó, az lenne lényeges penicillin szedésnél, hogy 12 órás időintervallum tarts be, nem tartod be, nincs elég penicillin szervezet, kuka egész, mit adáig szedni. Így van, jó? Meg a vitaminokat is fel kell írni, Zsuki. Lehet ráinni. Lehet ráinni, hatékonyabb, lehet. Igen, javaslom. Hát sok folyadékot kell fogyasztani, sok felett. Így van, sok fogyaték, fogyaték, sok fogyatékot kell fogyasztani. Csuki, ott a nadrágomból maradt egy kicsit viszket ott az lágyékom, azt is megvizsgálná? Tessék, ezt meg el kell színi. Persze, húzzak le a gyárat. Tüdőre. Segítsek, leveszem nadrágot. Ezt meg inhalálja. Ez jobban lesz. Szuper. Én nem most meg kéne nézni ott a végét, Gyuri, ott egy kicsit Gyuri, kis viszket rám. Tessék. Azt elképzelhető, hogy két kordlap kicserítjük, és ez lesz fitma szűkületes. Hú, bassza, meg lehet. Nem ja. Tudom. A fitmámban minden rendben van. Fel tudja húzni. Azt majd mi eldöntjük, mi vagyunk mentősök. A fitmám az teljesen jó. A fitmámban nincs semmi probléma. Hogy emlékszik arra, hogy gyerekkorában stadkorlatték műanyag kádba. Papsajba kell ülnie. Jó, föl lett húzva fitma a gyomböd. Fölhúztak, beütöttek langyos víz. Strandkorlatték kádba ültél. Persze, minden nap. Működik ceruza rendesen? Persze. Akkor ez csak is lágyék sérül lesz. Ez hímvesző amputálással lehet megoldani. Milyen hímvesző amputálásról beszél? De ne törődjön vele, mert kap másikat. Ez normális amúgy. Olyan lesz, mint én. Kérdezném, teljesen normális. Gyuki is kapott már ilyet, átesett Gyuki is. Nekem is két kupakom van. Nem világ vége. Hát jó, két kupak, de nem egy kupak, nulla kupak. Na, de először egy levág, főt, ez két egészséges.
Na, no, ne, nem. Én ebben nem vagyok hajlandó beleegyezni. Hát nem mondja senki, hogy nyilatkozat kell leláírni. Na, nézze, uram, hogy hívják magát. Hát, magát hogy hívják? Magyar György vagyok, jó napot kívánok. Doktor Magyar György. Doktor Magyar György, jó napot kívánok. Így van. Én Dunai Pál vagyok. Figyeljen, Pál, én megértem, hogy aggódik, de higgy el, a mai orvostudomány már olyan szinten van, hogy lehet, hogy most még, lehet, hogy nem tud új péniszt növeszteni, de az elkövetkezendő időben a biotechnológia olyan szinten fejlődik, hogy nézze már, tud-e a számítógépe beszélni? Én higgyek, akár basszat is vele. Maga magyar, de hát nézze már, meg ez, hát ez félig kopasz, aztán bevándorló. Hát tudja, hát ezek a bevándorló orvosok, ezek ellepik az olyan akcentusa van, hogy hát ezek mind finnyásak, kicsit születjek. Így van, verekedésért jön be, de szerencsére a fitymes szűkletére is. Hát a makkommal semmi baj nem volt, csak pofán bastak, aztán már megállapították, hogy a makkom le fog száradni. Hát hogy működik ez? Hát a fitymes szűklet, jó, Gyukundusz, fel kell írni a papsajtos fürdőt neki. Ja, papsajt ülni. Így van. Strandkorlát ki. Így van. És maga is szokta ezt alkalmazni, ezt a papsajtos fürdőt, György úr? Nem, nekem... Fasz a fitymám. Én nekem kell, mert nekem két fitymám és mindig egyik kiszáradt felváltva. És akkor... Csak én papsajt mellé is szoktam eszélni bele trapettát, meg azt szerint nagyon állagjavít. De a papsajt egy növény... Még jó, hogy nem pápusta, hogy már az összes nő elmerkül magától. Hát ez fasz közelébe nem jut nő, hidd el. Ja. Hát azért, mert pápus szerint van. Eltéved a dzsungelba a körülötte. Dzsungel is van, akkor nem szerinted csak a... Szerinted ki az, aki ki akarja bogózni? Akkor a fejéről a faszára csomó. Nőtt a hajszál, igaz? Igen. De na, jobban van már, uram? Én nagyon jól érzem magam. Nagyszerű, ami na. Főleg, hogy akkor nem diagnosztizálnak nekem ilyen faszamputációt. Hát ezt majd nyerjünk, hát csak vicceltük, tudja, amikor amikor a szervezet vészhelyzetet érzékel, akkor a hogy mondják ez a doktor úr? Aki tudja mondani? Mondja csak. Maga. Magyar György, doktor Magyar György. A rekreáció, tudja? Ezek folyamatok. Értem, gyógyító folyamatok. Igen. A sejt reprodukció sokkal jobban felgyorsul. Ez a placebo hatás, tudja? Maga állít, hogy levágjuk a faszát, gyorsan meggyógyult. Ilyen az, amikor elmegy, tudja, a fogfájásra a fogorvoshoz, az mire oda megy, már nem fáj a foga. Csak értem, most már minden, így már minden világos. Na ja, ugye. Csak vitamin kell neki, meg penicillin kapszulák. Tudtam én, hogy ide kell neved. Mi neved? Írjam ide. Dunai Pál vagyok. Dunai Pál. Viszontlátásra. Rendben, arra kérem, kelljen ki agy. Itt aljan papír írja alá. És ezen... kapszula kvács ki, és szed tisztesség, rá is írom ide még papírra neked, ne felejtsd el. Visszavertem a ruháimat. Kapszula délelőtt egy, délután egy, igen, vitamin napi 3 szem, 15 szemes ez vitamin, akkor ez azt jelenti, hogy 14 hétre elég, akkor ezt átadom. De mi a faszomról beszél maga, hogy arra kutyom már. Ki kell váltani a patikába a receptet, ja. Nagy patikába. Jó, átvettem. Ne sziput vegyen. Sziput? Már maga szokott sziput venni? Én nem. De vannak itt olyanok, akik szoktak. Pedig azt hittem, hogy attól hullott ki haja. Nem. De lett vágva, képzelj el. Aztán miért lett kivágva szép haja? Szép jó napot, mi panasza? Ja, nekem semmi, itt a kollégával vagyok. Egész csak. Biztos? Igen, egész biztos. Megvizsgálunk. Ja, nem kell, hogy ne, is. Fitma magad rendesen? Hallod, Levi, azt le akarják vágni a faszodat. Tiedet esetleg az enyém az... Hát az enyémet is le akarták vágni. Na jó, biztos túl hosszú. És cserébe meggyógyultál, látod? Persze, hirtelen. Nagyon jól jártál. Persze. Szerintem egyenes út vezet rendőrautó, vagy mi az mentős autó. Miről beszélünk? Milyen mentős autó legyenek, kedvesek? Mi a mentős autót? Jó, mehetünk a mentő autóba. Hát még nem kaphatunk, még ahhoz le kell tenni még egy pár ilyen embert, mint te, meg kell riogatni, hogy meggyógyuljon. Azt hogy úgy meg, hogy megírogatják. Igen, alternatív, Irinyi magyar technológiás gyógyászat. Ja. Irinyi? Az én vezetéknevem, a magyar meg Gyuri vezetéknév. Igen, és így ez így tök jó hangzik. Irinyi magyar? Úgy hívnak téged? Igen.
Irinyi Megyer, úgy hívják. Megyer? Szerintem még ide jöhetünk máskor is, nézd meg. Két ember begyött, és meg is gyógyítottuk őket. Ez simán. Simán meggyógyítottuk őket. És megmutatták az orvos igazolványukat? Hát még tanoncok vagyunk, még nincsen ilyenünk. És arról sincsen papírjuk, hogy az kórház alkalmazza magukat? De tessék, nézze csak, itt van a Jan, Magyar György, Irinyi Jukundus, megkezd tanulás kórház. Itt a Jan. Jó van, persze, ért én is tudok, ezt tudja hova dugja. Szőrös senkibe. Na viszlát. Na most nézze meg. Nézze meg, meggyógyítjuk meg, kollega, ugye? Meggyógyítjuk az ez a hála. És nem hálásabb. Ez, amióta betírották a hálapénzt, tehát ilyenek. Na. Faszom ki vagy. Menjünk aludni, Gyuri. Menjünk. Hálapénzről beszél. Orvos Mercedes-szel jár. Persze, szerintem is. Igen, üljön be a közébe, gondolom. A hajléktalan BMW-jébe. Ez német már. Jó, ja, melyre a BMW, nem? Hát de ez akkor is... Ez csak egy Merci, nem BMW. Ebben minőség használ. Ja. De ez a kondusz hónaps? Én rendőrség mellett. A szarfészekben? Hát akkor ma hazamész, mert én itt a Balmán állok. Jó, nem baj, hazavezet. Na, kopasz. Menjél szépen egyenesen tovább. Atta ne, nyúkálja a sebet belézve. Micsoda? Előre nézze. Szó, forduljál csak jó, szépen meg, itt fordulok, meg. Forduljál meg. Itt szépen forduljál csak meg. Igen. Aztán mennyi arra, merre mondom. Jó. Jó van. Te se, izé, Jukundusszek, te se fordulodjál. De ezt most miért vesz elő, Fedzsen? Megmentettük életed. Nem hát értem. Ez tényleg hálátlanabb feladat. Tényleg hálátlan. Állattal, le akartad vágni a faszomat! Ez csak riogatás volt, gyógyulásod érdekébe. Ezt mind te értettetjük. Ne csináld, ne viccelődjél már, tedd el ezt fegyver! Normálban vagy? Nem tudom, merre menjek. Nem jó mondja. Irányba mész, jó irányba mész, egyenesen fölfele. Merre? Fölfele, itt, ez az fölfele. Fölfele. Nagyon jó. Nagyon jó. Itt majd jobbra megyünk. Majd vagy most? Most, mikor megyünk? Most, hát most itt jobbra? Az utca végén, itt megint jobbra. Jó, itt meg balra megyünk majd. Jó. Jó, most egyenesen kimegyünk az autópályára. Jó. Jó. Gyuri, én kurvára akartam aranycsillag, nem lenne jó ez vég. Micsoda? Te milyen aranycsillagról beszélsz, drága szívem? Aranycsillag, hát, ami az égre, most még égre felgyön. Az ég az első aranycsillag szeretne. A Jukundus. Hullik a csillag, az aranycsillag az égre. Igen, augusztusban tudja. Augusztusban, persze. Augusztusban, csillaghullás, igen. Ja, értem, hogy ne. Igen. Most miért vettél ő fegyvert? Én nem tudom. Azért, hogy legyen, mit kérdezned. Jó, rendben, csöndben vagyok. Köszönöm. Szívesen. Egyek falat. Jó, ne egyéb falat. Ne egyéb falat.
Jó étvágyat a falhoz. Következő lehetőségnél balra megyünk. Jó. Itt? Itt, ez a következő lehetőség. Itt balra megyünk. Mert hol? Forduljon meg! Egyenesen. Következő lehetőségnél jobbra megyünk. Itt jobbra. Egyenesen. Megyünk egyenesen. Nagyon kedves. Fihi Gyuri, nem gondoltam, hogy ez lesz tovább képzésből. Ez lehet, hogy ez csak egy testzsuki, nem? De én úgy látom, hogy valaki üldöz minket. Ja. Még hozzá rendszámmal üldöz. Még szerencsé elolvastam rendszám táblája. Na, itt megállunk a boltnál. Hova megy? Melyik boltnál? Nincs itt bolt. Ott van egy bolt. Ott a szatós bolt. Ez a szatós bolt, itt egy kis market, látja? Látom. Liquor market. Na, itt megállunk. Igen. És kiszállunk az autóból. Csak maga száll ki. Gyuki, maga visszaszáll. Csak én szállok ki. Legyen kedves, jöjjön velem. Jövök. Nyugi Gyuri, ne csinálj hülyeség. Ne, én nem csinálok semmit, Zsuki, hát én jövök. Megnézzük. Hova jöjjek? Ma oda le a tengerpartra, megnézzük, hogy milyen szép homokos a tengerpart. Aha. Ott előttem legyen kedves. Megyek, de azt tudja, hogy ez egy tó, ugye? És ez nem tengerpart. A faszomat érdekli. Én csak mondom, tudja, mikor így. Nem mondja, ez víz. Picit aggódok, akkor beszélek. Jó, beszéljen nyugodtan. Beszélj valami szépről, csak ne arról, hogy milyen hülye vagyok. Ez egy szép nagy tó. Szép nagy tó. Így, egy csomó hal él benne. Milyen hal él benne? Például a busa, a poncs, amúr, angolna. Mindenféle édesvízi hal él benne. Itt jó, ha megáll, itt jó. Csak nézzen előre szépen, milyen szép a tó, nézzen. Gondoljon, nézz, lássa esetleg az angolnákat, meg az ilyeneket. Igen. Na. Te legyen kedves már megmondani, hogy... Mi akarták levágni az én faszomat? Senki nem akarta levágni a maga faszát. Akkor miért mondta ezt a Gyuki? Hát azért, hogy az immunrendszere érezze a veszélyt és felgyorsuljon a működése. Jó. Akkor menjünk vissza a Gyukihoz, azt kérdezzük meg tőle. Menjen előttem. Szépen gyorsan legyen kedves kicsit futni, kacagni. Olyan boldog maga, nem? Olyan szép az ingje. De persze, ez... Igen. Mi a faszomat keres ott a barátja? Na menjen előttem! Hát ez nagyon szomorú, ez nagyon szomorú. Nem tudom, én vagyok a barátom, hát most velem hiába kiabál. Na legyen kedves, csak ott szépen menjen. Én megyek szépen, hát én nem szépen megyek? Hogy menjek? Szebben menjek? Szebben. Kisebbeket lépjek, uram, nagyobbakat lépjek. Nézd, Zsuki, már be van szomorú. Álljon meg! Megállok! Jöjjön ide! Ide jöjjön! Tessék! Mi a mámoros lófaszért szállt ki az autóból? Mert Gyuriba gérjom is féltettem. Azt mondtam, maradjon az autóba. Jó, rendben. Azt mondtam, maradjon az autóba, most jöjjön ide, Gyukundusz. Most jöjjön ide, ne menjen vissza. Na most jöjjek, vagy ne jöjjek? Normális, az maga szerint. Nem normális, uram. Pál, nem normális. Na. Gyukundusz nem normális, tehát ne haragudjon rá. Nem. Jó. Le akarta vágni a fazát. Hát ez így, ahogy mondja. De nem igaz, csak mondta. Jó, nincsen semmi gond, György úr, akkor menjünk le a tengerpartra, Jukundusz maga is jöjjön.
Jukundus, ez egy tópart, Jukundus, neked is álmodom, hogy most már ne okoskodjon itt nekem, legyen kedves. Nem okoskodjon, nem érdekel, nem érdekel, a tengerpartra megyünk. Lemegyünk a tengerpartra, így van, megnézzük a homokos szép tengerpartot, így van, nagyon szép tengerpartot. Nagyon köszönöm, György uram. Akkor legyen kedves lefáradni a tengerpartra, jó? Lefáradok a tengerpartra. Szolgálati sokkoló és lőfegyver nála. Micsoda? Mit motyogsz itt nekem? Jukundus. Tetség? Mit motyogsz itt nekem? Semmit, mit motyogni? Csendben vagyok, azt csinál, mit kér. Nagy tengerparton vagyunk, itt vagyunk. Kérdeztem, én ezt kérdeztem, Gyuri, mondjam, ez tuti tengerpart, ez mondja, tengerpart, kussolj. Ez tuti tengerpart, így van, kussolj tengerpart. Tengerpart, na. Szépen oda kövekhez, ott van két nagy szép kő, legyen kedves, akkor vászrogni. Itt vagyunk. Az egyikhez menjek én, vagy mind a ketten ide gyöngy? Nem, oda le, vagy oda ez, le, szépen, ez ide négy, ott. Melyikre? Ezekre? Nem látom, hogy hova mutat. Azokra menjek? Ide gyöngyek? Itt jó vagyok? Kérdezte Gyuriba. Itt jó vagyok? Na, nagyon szuper. Nyugodtan tegye le a kezét, György úr. Na, nem, szóval ott is sok. Mert szüksége lesz rá. Na szóval. De Jukundus minden álló le akarta vágni az én farkamat. Dehogy, de csak segíteni akartunk. Ezért riasztott meg. Igen, mondja, most még meg gyógyulás útjára, gyógyulás útjára lépjél. Az helyzet, bár mennyire is feszültséges vagy, Gyuki doktor megmentett, bejöttél panasz. Van. Majd én állítottam, panasz nélkül? És te jöttél panasz nélkül, meggyógyulva, csak hála tartozó, nem is értem fegyver. Hálával tartozom, hogy le akarod látni a farkomat. Mely lehet vágni a farkod? Látta nálam szikét, látta nálam beöltözés, mosakodás, látta lejre utaló jel. Én most azt mondom, hogy ide megyek és leszopom faszát, attól nem fog leszopni faszát. Egyáltalán nem, mert nem vagyunk olyanok. Nem? Ja. Nem. Ráutaló magatartást tett. Mire? Nem. Mire tettél ráutaló magatartást, Zsuki? Le akartál szopni? Hát fölírta a különböző amputációhoz szükséges gyógyszereket a farkamra. Nem. Mit írtam föl? Penicillines tablettát, algopirin, C-vitamin. Ez a kértem, nézd meg papír. Penicillin az antibiotikum. Igen. Az antibiotikum a penicillin. Így van. Ez így. Ezek írtam föl. Nem téveszedtek meg engem, nem értik? Le akarta vágni a Yuki a faszomat. Szerintem is. Úgyhogy... Nem igaz. Meglátunk és Gyuri mondta, hogy vágjuk le a faszod. Én nem, senki nem mondta, hogy vágjuk le a faszod. És mivel felettesem rendőr, mikor rendőrök vagyunk, akkor ő gérom, és gondoltam, követem útmutatás, és ő mondja, hogy Gyuri le kell vágni a faszod. Én csak a felsődet mondtam, hogy vedd le. Csak a felsődet mondtam, hogy vedd le. Gyuki mondta, hogy vedd le a gatyádat. Ez így van, György úr, ez magának egy pluszpont. Viszont. Akkor György úr maga levágja a Gyuki faszát. Mivel vágjam le a faszát? És bemegyünk ide a tóba, keresünk egy éles kagylót és azzal. Aha. Hát... Igen? Mi a probléma? Ja, jó. Nem jó, kurvára nem jó. Ja, nem jó, nem jó. Nem jó, Gyuri. Már penicillin kell hozzá, meg fertőtlenítés, meg hát minden. Hát fölírta nekem a penicillint, majd kölcsön neki. Hát azt kiváltotta, hát menjen, az vált csak neki, levágja a faszát, menjen, megvárjuk. Megvárjuk, hát. Majd nekem fölírta a penicillint. De jó, hát kell egy szike. Kell egy szike. Hát ott kagyló az olyan égres, mint a szike. Biztosan. Dehogy. Persze, miért nem egy bottal? Vagy egy... Az ujjával. Vágd le ujjaggyal. Na,
Az ilyen viccesnek gondolja? Ja, ilyen vicces dugni. Nem bíj, miért? Úgy hallod neved Gélek. Úgy hallod neved Gélek. Én pont úgy hallom. Hát rosszul hall. Na. Nézze Pál. Én szerintem magának segítségre van szüksége. Mert ez az út, amin most hall, ez nem jó. Tehát most nekem van segítségre szüksége. Nekem van segítségre szüksége, amikor a maga barátja. Nekünk van, nekünk van segítségre szüksége. Le akart vágni a faszomat. Most komolyan kérdezi. Én segítek magán. Segítek magán. Hogyha ezt a jó embert minden egyes ilyen faszlevágástól eltántorít. Hát nem vágta le most se. Hát le akart vágni a faszomat, de érti? Hát a maga... Dehogy. Maga... Akarná vágni. Hát nem, ne nem akarom levágni. Vágni. Én nem, én elhatárolodok ettől. Na, akkor mondják azt, hogy... Nem akartuk levágni a faszát. Hát ezt nem mondják, mert le akarták vágni nem akar, a faszomat. Nem akart, dehogy nem akartjuk. A barátja, ő akarta. Milyen igen. Barátom? De a kollégája. Aki ott várta. Igen. Nem tudom, miről beszélnek. Aki ott ült szék, mikor kigyöttünk. Igen, és mondta, hogy a kollégáját várja. Igen. Nem tudom maga, miről beszél György úr. Így volt. Nem láttad, ketten is láttuk, ott várta magát egy csávó. Ott ült, bal oldalunkon. Igen, és jött is utánunk a kocsival. Hát... Hogyanak egy kis személyleírást. Hát nézd, de... Barna haj. Így van. Sötét ruha. Meg egy fősi öreg Mustang. Meg egy kék öreg Mustang, minek rendszámát tudom. Tudja a Mustang rendszámát. Én nem tudom a Mustang rendszámát. Én sem tudom rendszámát. Azt sem tudom, hogy nézett ki a kollégája. Fogalmam sincs róla. Semmi. Csak azt láttam, hogy fent van rendszámtábla. Ennyi láttam. Valahol fent. A falon. Ott magasban. Egy lakásba. Lakásba. Igen. Lakásba. 45. Lakásba látta. Na jó van, György úr, legyen kedves egy kicsit csöndben maradni. Jó, jó, én maradok csöndben, nem fogok beszélni addig, amíg mondja, mondja nem csak mondja, el, hogy mit látott beszéljek. Maga. Mit mondja, mit látott maga? Tessé? Mondja, mit látott maga, milyen rendszámot látott? Én annyit láttam csak, hogy sárga rendszámok, betűk, számok, de hogy mi volt, nem tudj, mert azért elég ismeri le volt a számokat, maradva, nem vagy csak nem tud olvasni, nem tud olvasni. Én kérdés már megfelelő, jelentési enged neki írni, azt hitték kazak nyelvi íródott. Na, milyen jelentés külött írni, azt legyen kedves elárulni. Hát ez csak akkor tud, mikor szolgálat vagyunk, egy rabosítás után kellett írnom. Aztán igen, mert a Jukundus rendőr. Igen. Jukundus rendőr? Igen. Igen, Gyuriba a felettesem. Magának... Igen. Igen, ez valóban így van? Legyen ez kedves valóban, György úr. Igen. Valóban megerősíteni. Van. Ez helyzet, így van, rendőrök vagyunk. Az helyzet. Mm. Másodállásban a kórházban dolgozgatunk. Faszokat vágnak le, értem én. Ez azt tudom, az kibújkálott, uram. Ott a ház mögött, ott ki engem azt nem érdekel, nem fog megfordulni maga kedvéért. Mm. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. Nem tudja mit, ide bejövök maga mögé, és megnéz. Jó. Én nem látok ott senkit. Biztos elhújt. Hát, csak a szél volt lehet. Szerintem is. Na, tehát akkor ha rendőrök maguk, akkor... Mi a mámoros lófaszt kerestek a kórházba? Másodállásba. Akarták levágni másodállásba. Az én faszomat, csak úgy megkérdezném. Másodállásba. Erre tanított mentős. Másodállásba, másodállásba vagyunk a kórházba. Igen. És próbálunk teljesíteni, és ott nem azt kérdezi meg Géró, hogy mit írtja a főmi gyógyszer, mi volt eljárás, hogy kezelted, ő azt kérdez, hány ember gyógyít. Bementünk így egy van. Perc, két ember gyógyít, meggyógyult. Kigyött maga lábon, kigyött lábon. Őket ennyi érdeklik és. Tehát kijöttem lábon, mert nem engedtem, hogy levágják a faszomat. Ágyi problémákat mondtál. Azt mondtad ágyék, hogy problémás. Így kezdted. Vagy erre sem emlékszel? Hű, ez kihallgatásnál, és biztos magát is összekeveri. Ah, biztos szerintem. Engem még keverne össze? Hát Gyuribát, ezt mondom, kja.
még mindig nem értem. Legyenek kedvesek még érthetőbben elmagyarázni. És két rendőr mi a fasz keresett a kórházba? Én elmondom magának. Civil ruhába. Mondja egy. Civil ruhába. Civil ruhába. Nem beöltözve, mentősként. Legyen kedves megmagyarázni, hogy mi a faszomért akarták levágni az én faszomat. Nézze, ez a két kéz. Ez a két kéz. Ez a két kéz. Két dolgot leveszem. Legyen kedves. És akkor annál tisztább lesz. Nagyon szépen. Ez a két kéz, nézze, ez a két tenyér. Ez két dologhoz ért. Az egyik az erőszak. Igen. A másik a gyógyítás. És mivel eleget erőszakoskodtunk az elmúlt időszakban, illetve ugye a rendfenntartás eléggé egy erőszakos munka, így gondoltuk, hogy elmegyünk a kórházba, és ezzel a két kézzel segítünk az elesetteken, a bajba jutottakon. És erőszakosan levágják a faszomat. És nem vágtuk le a faszát, még mindig. De le akarták vágni a faszomat? Azt hiszem. Ez se senki, ugye? Szerintem az annak barátja, aki bógyé mögött van. Azt hiszem. Szóval urok Pál. Jújjúj. Azt helyzet Pál. Azt helyzet Pál, hogy kb. 25 rendőrszolgálat, mikor eljöttünk, és mondtuk, hogy megyünk mentős továbbképzés, és mondtuk, utána lejelentgérjük, hogy hogy alakul, hogy van esély arra, hogy rendőrség kötelékében kihallgatás el, és valaki miért tud látni sérülését. Ők várni fogják azt, hogy mi visszamenjünk, és tudják jól, hova mentünk, majd mentős is látta, hogy hova mentünk, és ha bemegy, felettes, gondold végig logikus, bemegy jó, felettes. Logikusan végig megkérdez, gondolom, hogy visszamegyünk az autóhoz, most. Most igen, visszamegyünk az autóhoz. Ezt logikusan végig gondoltam. De, és hogyha ott vár valami fegyveres, és magára pályázik? Akkor magát lelövöm. Ó, bassza, meg nem várod szerintem senki. Szerintem sincs, hogy senki melyik akar lelőni? Adok magának 10.000 eurót, ha nem lőne. Csak hogyha valaki várott, akkor lőne. Szerintem dukundusz, szerintem ezt meg tudjuk beszélni, nem? Biztosan. Mire van szüksége? Mennyi pénze van szüksége, hogy tudja, hagyjon minket futni? Jöjjön egy kicsit ide. Maradjon a dukundusz. Jöjjön ide, György úr. Mit vagyok? Ide, a Jukundus, ott maradjon a Jukundus, ide jöjjön György úr, legyen kedves. Na most hova menjek? Ide, itt el. Itt vagyok. Én a képes vagyok. De nem kell. Lelövöm maga helyett a Jukundus is, 6-20 ezeret. Hát de mi lenne, ha egyikünket se lőnél le? Hát de tudják a nevemet, ismerik az arcomat. Fő, bassza meg. Új, bassza meg, igaz? Na várjon, csak figyeljem kell. Jukundus, szálljon föl onnan. Tessék. Azt mondtam, álljon meg a bokor mellett. Rendben. Na. Igen, György úr? Én csak mondom, hogy kap 50 000, ez mi se történt? Itt egy autó. Ez mi a faszom, azt keres itt? Jó, menjünk az autóhoz most. És... elintézzük az anyagiakat. Hű, egyre többen vagyunk. Uh-huh. Cimborák. Megjöttek? Megjöttek cimboráid? Szálljanak be az autóba most. Rögvest. Rendben, sofőrülés, hátsó ülés, hova ülés? A György igen, vezet. Hova? Én maga vezetek. Mellette okay. Én ülök hátra. Na gyerünk. Megértettem. Egy barátod? Nagyon szép, Gyuri! Erről van szó! Csak kiképeztek minket, nézd meg! Mi volt neve is? Paspálnak! Dunai Pál! Dunai Pál! Van nálam szolgálatfegyver, meg van nálam szolgálatsokkoló. Nálam is van pisztoly. Ártalmatlanítsuk. Ez közveszélyes. Teljesen bolond. Na hol van? Előttünk. Bada. Érkezzük.
Állj meg! Álljál meg, Pál! Álljál meg! Álljál meg, rohagyj meg! Na most aztán ez jól beszoktad, Pál. Vége a dalnak, buzikám. Vége a dalnak. Vége a dalnak. De nem lőtted le, ugye? Lába lőtted. Nagyszerű. Vagy csípőny. Jó lesz, hívja neki mentő, meg kollégák, értesítem kollégák. Jó, faszal, csak itten már elég sokan vannak. Faza. Csemer bővederbe. Csumi! Csemer bővederbe. Csumi, mi összesz? Tehát semmi túsz lehetettek ezt. Képzés, kórház, és megriogattam, hogy meggyógyítottuk ezt a szerencsétlent. Meggyógyítottuk, aztán elővesz fegyver, úgyhogy nálunk szolgálti lőfegyverét, semlegesítettük, de ha nem akartok nekünk bajt, nem miattunk jöttetek, nagyon gyorsan menjetek, mert küldtem koordináta rendőrség. Hamarosan megérkeznek. Ha nem miattunk jöttetek. És miért nem jöttetek? Tessék? Hát és miért nem jöttetek? Hát az a nagy szopás. Nem tudom. Hát az nem lenne jó. Megnéztük már itt a tengerpartot is. Igen. 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 Most szopadtak, hogy... Na mutasd meg! Ja, most mi a szopadtak a rendőröknek? Tényleg, hát, itt van telefon, nézd, itt van tartózkodás, hely megoszt, SUS Gyuki Gyuri. Lából lőttem. Aha, igen. Az jó van, akkor meg akart tölni minket. Tényleg szoktuk a zsakáknak, baszott. És mi az a izé a Gyuri bácsinak a nyakába, ez a faszom nyakán? Elmentünk mentősnek, továbbképzés. És megijesztettük, hogy levágjuk faszat. Érted, nagyon sok mentős láttam, már egyikre nem így nézett ki. Hát azért, mert mi még csak tanuljuk, és ezt a csávot meggyógyítottuk, felítünk neki penicillin, meg algopirin. Hallod, Gyuri bácsi, érted, segítsél már nekem kicsit, érted, nem értek külföldi, mi van a nyakadba írva erre izére, érted? Tehát az a rendőrség. Ja, rendőrség. Ja, tényleg jönni fognak rendőrök, nem vicc mondtam, megmutattam telefon. Igen, igen, el, itt van jó, telefon. Oké, akkor elmegyünk. Oké, tja. Tja. Tja, jó legyen. Hűdök mentősöknek. Koordinátás, Gyuri. Egy csirkefogó rácsmikékel juttatni. Én nem úgy gondoltam, hogy egyedül megyek. Tessék. Nem úgy értettem, hogy egyedül megyek. Ja, hogy megyünk, mink is megyünk. Úgy értettem, hogy mindannyian megyünk. Ja, ebbe ja, benne, faszal. Majd én vezetek. Ja, attól nyomjuk be. Oké. Ja, gyere. Oda be, ja, meg te is. Várj. Gyuri, mondják Cseber Veder. Ezt mondtam én is. Ja, a Csirok is mondja, hogy hova menjünk, úgy megyek, hogy izé, hogy okosba megyünk. Hogyha nálam van mind a kettő. Ja, akkor most mi legyen? Azt mondták, hogy hívtak másik izéket. Na, se kell. Ja, igen, csak látják, hogy... Igen. A másik kollégákat értem. Baj van? Vagy mi a helyzet? Hát most mondjam, meg akart jönni, nem értettek nagy nála. De ki akart megölni, bassz meg? Az a ki, hogy feküdt. Azt miért akart megélni? Azért, mert még ilyet, hogy levágom a faszát. Figyelj már itt a vezetőülésben, most miért viszik el őket? Rágd meg, mert nem tudom, hogy mi van. Nem hát kell őket elvinni sehová. Csávó rács meg akar juttatni, de bogoskodjatok majd velem. Ja, Csajszikám, te menjél a egyikkel, én másikkal. Ja, ti meg semmiféleképpen se ne hívjatok semmit, jó? Nem hívunk senkit. Oda lehet jönni. Nagyon figyelek, mindenki ott marad a helyén. Maradjatok ott? Na gyere, Gyuri. Vezetj. Na most már mindegy, beülök. Gyere, vezetj akkor. A faszom. Mentős? Nincsen? Mentős. Majd hívunk rendes, mert ellássuk Pink. Hát akkor csak vissza kell és menni. Na hol volt? Még előrébb Bódénál. Bedőlt. Ha láttad?
Nagyon szuper csapat itt vagyunk. Van. Ne látod egy csirkefogóval, kevesebb. Küldjem egy koordináta, mert neki nem küldjem. Hát, ha megküldjem. De mindjárt küldök. Csak siess, nehogy elvérezzen. Na, azt mondjam. Legalább én lábát céloztam. Szerintem is lábát céloztad, úgyhogy most elfogom szépen. Kiveszek egy kis kötszert, és bekötözöm itt lábát. Valamint a kezéből. Szerintem azt elvették tőle. Igen, azt már látom, nem találom nála a fegyvert. Na, szóval kötözöm a lábát. Te hívjak addig mentő? Igen, mentőt, igen. Tudnám, hogy kell. Nem tudj, hogy kell. Mit nem tudsz? Hát nincs benne üzeneteimbe. Mi számuk? Mit számom? 104. Segélyhívó. Na, bekötöztem a sebet, most már nem vérzik. Megpróbálsz te, mert én nem tud. Nem értek egy új telefon. De jó, hát én elláttam a sérülését, most csuki, valami bütöset kéne az orra, hát én... Hallod? Letoljam nagy drág. Nem, szerintem a cipődet elég, ha leveszed. Levegyem cipőt. Szóval tegyük oda. Jó. Tegyük csak oda, jó? Tehát most ez... Locsolt le egy kis vízzel. Várj, hozok cipőmbe víz. Jó, faszom. Na. Fű. Fel a kezekkel, köcsökpál. Megyünk a tengerpartra. Megyünk a tengerpartra, Jézusom! Megyünk a tengerpartra! És miért megyünk a tengerpartra? Szépen, bicegél, csak bicegél! Kurvára fáj a lábam, bazd meg! De persze, mert lábon lőtt a dzsuki! És miért jött lábon a dzsuki engem? Álljál meg itt a kocsi előtt, mindjárt elmondja! Csá, itt vagyok, nyugalom van! Nagyon nyugalom jó, nagyon van. Jó! Nincsen semmi probléma! Se, tényleg? És most levágjuk a faszod! Gyere, 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 megyünk kagylókhoz szépen. Gyere, 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 menj előre szépen. Csó, megyek, hogy mondtad, megyek. Tópart. Minden rendben. Megyünk, megyünk tópart, keresünk valami éles kagylót, hogy akartad? Igen. Hogy is akartad levágni? Éles kagylóval. Mondj már el módszert, hogy akartad. Éles kagyló? Én tompa kagyló válasz. Én az ujjammal, nem? Az ujjadnak. Hááá, egy botta. Ja, majd megmutatom. Hát svékony bőrt elvágnám, elharapnám. Elég rossz az ízlésed. Gyere, gyere, ne féljél. Legjobb orvos kezekbe vagy. Az biztos, látod itt a tóparton? Tóparton meg már, hogy ez egy tópart. Ez olyan lesz, mint a múltkori tóparti grillezés, csak itt másfajta korbász grillez. Válasz kagyló. Melyik szimpatikás. Nem látok, egyetlen egy dolog. De hát igen, le kell googolni hozzá. El is teszem ezt lőfegyver, elég ide sokkoló. Te mit akar csinálni maga velem? Én? Én nem vagyok olyan beteg állat, mint attól, nincs rajtam szolgálatruha, én rendőr vagyok. Nyilván nem fog ilyet csinálni, levágom faszod. És nyilván benne se csináltam volna ilyet. Nem is értem ez gondolat tőled, hogy hogy gondoltod ezt, hogy úgy, hogy elmondjuk rendőr, másodállás,
hogy ilyet csinálunk, majd elővesz éles lőfegyver. Ott nem mondtad, hogy rendőr vagy. Sajsz, mert én beszélek. Igazad, ott azt mondtad, hogy orvosok vagyunk, nem? És azután, hogy meggyógyítunk, hálátlankodsz. Hogy van ez? Hogy van ez? Hát be voltam szarva, le akartál csak vágni a faszomat. És itt is amikor... voltál szarva a kagylós parton? Vagy itt már mi volt, mi vezérelt téged? Hát, hogy megkérdezem, hogy miért akartad csak levágni a faszom. És ezért akar, hogy levágni a kagyló faszom. Ti ketten voltatok, én egyedül voltam. Gyuri? Elszívok egy pisztolyt. Be fogjuk vinni cellába, persze. Ja. Makkal vagy mak nélkül? Nem tudom, eldöntjük meg ezt a fele. Kőpapírolló? Kőpapírolló. Igen, háromra mondjuk, hogy te mit mutatsz. Jó, oké. Okay. Jó. Kő... te számolsz három. Háromtól számolsz vissza. 3, 2, 1, most is mostra mondjuk. 3, 2, 1. Papír. Nem, mert utána mondtam. Ezt megúsztam. Na még egyet. Most akkor, jó, oké. És akkor, ha én nyerek, akkor mi lesz? Hát akkor te döntesz. Én nyerek, én dönt. Nem, hát hogyha te nyersz, akkor levágjuk. Ha én nyerek, nem vágjuk. Jó. Jó? Na, akkor. 3-ra. Számolják. 3, 2, 1. Kő. Papír. Te nyertél. Hát, te szomorú. Mit csináljunk veled? Kell neked egy harmadik kupak? Nem kell nekem harmadik kupak. Nem, én nyertem, úgyhogy én dönt, igaz, Gyuri? Így van, te döntöd. Akkor bevisz rendőrség. Szépen oda, hátsó ülés, ott fogsz megrohadni bent cellák mögött. Én rendőr maradok még civil ruhába is. Oda ülsz, hátsó ülés, szépen. Már megyek. Gyuri mögébe ülsz. Ki van innen a tópartról. Nem mozdulsz. Gyuri, ülj át anyós ülés, kérlek, tartom rá sokkoló. Be tudjak ülni mellé, az. Hát nem fogok tudni. Jó, onnan tudod tartani rá a fegyver, Gyuri? Hogy ne tudnám, hogy oh, nagyon szuperok vagytok. Nagyon jók vagyunk. Kössed be magad. Kössed be magad a csátul. Megköbeskösödtem, Látod? Legnagyobb rendőröket. Spécisztet ki, azt hitted ezt megújthatok. Bassza meg. Vigyázzál, mert nagyon... nagyon gyorsan eljár keze. Hogy gondoltad ez megúszhat? Mi volt terv? Meséld már. Oké, nem akar levágni faszom. Mi volt terv? Halljam. Hát, beszartam, érted? Ketten le akartatok vágni a parkomat, aztán mondom, hogy csak megkérdezem már, hogy miért. Nem tudtam, hogy kik vagytok. Ebben mutatkoztunk, hogy orvosok vagyunk. Hát orvos, hát jó. Az orvosnál nincs egy pisztoly. Már mondjuk a betegnél sincsen egy Tech 9. Ja, úgy de... megyek kórházba, hogy nálam pisztoly, persze. Hát ez hogy megy egy lőpályára, kézigránattal? Tengerparton tudtam meg, hogy nálatok a fegyver van. Mert rendőrök vagytok. Már sokkal előbb hátulról fejbe lőhettelek volna. Nem tettem, mert fegyvert fogtál Gyurkára, és féltem, hogy ideg meghúzza a ujjad, ravasz. És féltem lelő. Ezért nem lőttelek le. Ezt nem akartam lelőni. Én csak információt hát akartam, hogy miért akartalak levágni a faszomat. Hát, hogy beinduljon a regeneráció. Gyorsan. Regeneráció? Milyen így regeneráció? Van a hát az immunrendszernek a reflexiója, annak a reakció idejét növeltük a vészhelyzet előidézésével. Na én is pontosan ugyanezt csináltam. Mondjuk mi nem voltunk betegek. Ja, meg mondjuk mi ágyon nem tartottunk fegyver fejed. Hát testileg nem voltunk betegek. Ebben biztos szállam vagy, még megállhatunk. A rohadt életbe, Zsuki, álljunk, lőjük le. Lőjük le? Na végül is ő is le akart minket. Hát ja, meg mondjuk jobban sem védelek.
Gyuri, hogy nőttelek le? Szerintem leleütt. Szolgálat fegyver ugye nálunk maradt, ezért majd én faszolok. De... de nálam nem, megmentettem életed, miután rád lőtt. Igen. Ez egy jó cikk lehet. Jó, oké. Várdin lősz, és akkor jók vagyunk. Ja. Utána. Jó. Csak ne érjen csont. De mit szólsz az opció? Szerintem fasz, aztán a kezébe adjuk a berettámot, azt mondjuk azzal lőtt. Ja. Jó. Na te mit szólsz itt hátul? Na, Pali? De ez komoly terv, nem? Nekünk se tetszett, mikor le akartad vágni, pöcsöm. Ja. Nekem se tetszett, amikor te akartad levágni az én pöcsöm. De te kisétáltál a kórházból, sértetlenül, ugye? Egészségesen. Hát eddig még ti is sértetlenek. Ki volt az Mustangban mögötted? Ki jött utánunk? Ez nem hely annak, hogy itt kamuzgassál, mert ez nem kihallgatás. Még bárhogy alakulhat ez kihallgatás. Bárhogy alakulhat a kihallgatás most. Itt most mi tényleg állunk? Nem tudom. Tényleg nem tudom, kiről beszéltek. Nem emlékszem. Kollégát, hol dolgozol, Pál? Mit nem dolgozom? Én bányában dolgozom. Én bányász vagyok. A bányában osztogatnak lő fegyver. Honnan van fegyvered? Az utcán vettem. Kitől vetted? Sárga ruhás csávó volt, maszk volt rajta, nem tudom, hogy hogy hívják. Ja, az utcán maszkálnak maszkba, igaz? Maszkba, a fegyverárusok. Ja. Rájuk van írva, hogy fegyvertárul. Ja, egyiknek tábla kezében én fegyvertárul, másik kezében én kábítószer árul, harmadik meg egy nyíl mutat sarokra, hogy ott mutat kurva. Persze, igen, és van egy negyedik is, meg. Aki fegyvertár, hogy rabolj boltot. Nem. Kezdj el csiripelni, mert mint mondtam, ez kihallgatás, még nagyon sokféleképp alakulhat. Pontom, az utcán vettem a fegyvert. Soha. Semmilyen Priusom nem volt. Figyelj már, Gyuri, mióta rendőrszolgálatban vagy, hányszor hallottad ezt kihallgatásnál, hogy kukat találtam, utcán vettem. Nem dolgoznak. Nem, nem a kukába találtam. Utcán vettem, maszkostó, nem is ismerem soha. Telefonszám van. Ez valóban így van. A csöves ingatlan előtt odajött egy csávó. Menjünk már oda a csöves ingatlan előtt, Gyuki. Ha menjünk oda. Hát, ha oda jön hozzánk ez a csávó. Nem tudom, én hozzám soha nem jött még ide senki. Mondjuk hozzám egyszer igen. Felvettük még az Oliver kollégával egy csávót, felvettünk az úton. Beült, azt mondja, hogy ezért kábítószer érdekel benneteket. Na látja, hogy ez működik. De ez kábítószer, nem érles lőfegyver. Füvet már nekem is adtak el, meg is vettem. Ha? Egészségére. Nem mondtam elszi. Na, nézzenek oda, hát itt. Nézd már, itt madár se jár. Senki se. Hát, na most már Gyuri, azt mondom, egész jó fizetésünk van, akár még fel is. Én azt mondom, hogy bírjuk el azt, hadd dolgozza le a bűnit. Ja, de ahhoz felvesz szolgálat? Fölveszem a szolgálatot, igen. Várjál, Gyuri. Úgy. Fogom rá a pisztolyt. Jó, köszönöm. Én sokkal jól fog az elég. Ki van György Bablak? Mondom, itt 700 wattos kis. Jó, hát nyilván erpézni akart valamit. Mókás volt, szerintem. Na, azt most jól megdolgoztassuk. Ja, én tiszteletbe tartom, hogy elbuktam. 20-30 óra közmunkával. Hát, szomorú vagyok, de hát... Hát ez egy szomorú nyak vége. Még jó, hogy nem felkészületlen mentősöket raboltál el. A fasz! Végállomás. Kiszállhatok? Ja, igen, van, és felemelkezed. Ha rányúlsz, kilincs, véged van. Nyomásod a Gyuri után. Na, ide figyelj. Tétszki papírjai.
Na viszontlátásra. Csúf. Mindjárt oda is szállok a bokor, vagy csomagot neki. Ugye az a zsuki. Szálljunk oda neki bokor? De én biztos oda nem szarok. Na hol laksz? Hát egyszer már csak az éjjj nézd meg. Tettük szolgálni. Megőrülök, komolyan mondom. Megőrülök, segítünk az ember, ez a hála. Ja, mondjuk ami azt jelenti, tényleg levágtam volna a faszát. Kétszer rabolnak el egyest, ilyen sincsen. Ja, és múltkor pont azon gondolkodtam, sétál vissza kórház ellátás után, és gondolkodtam, mondom, mióta Gyuki jött város, talán egyszer próbálkoztak meg ilyen. Azt ma meg nézd meg. Nézd meg, lehoztuk szállítást is. Csirkefugó. Elítélted. Ez így van, kellen négy jó. Nem. Holnap vagy szolgálat? Be vagy írva? Be vagyok a gyövök este. Ja. Rendben. Jó pihenés, Gyuri. Na, szevasz, Gyuki. Szia. Át! Jó volt, jó volt. Szép estét. Oh, na, hölgyek, urak. Fú, nem is akartam eddig lenni. De örülök neki, mert jó bírtam. Úgyhogy kösz szépen, hogy itt voltatok. Holnap jövök. Holnap jövök. Asztorolatteget. Frissítés. Holnap jövök. Hát, kiválogatom majd a klipeket délután, délelőtt. Aztán RP-zünk tovább. Nem tudom, hogy mi lesz. Micsoda visszatérés. 5 óra 11 perc. Köszönöm szépen a követőknek. Köszönöm szépen a feliratkozóknak. Hát jó, jó sokan voltak. Örülünk neki, nagyon. Sajnos ez ilyen, hogy sokat kihagyok. Sajnos ez ilyen. Lord Promise, köszönöm szépen a második fokozatodon a 16. hónapot. Köszönöm szépen így a végére. Holnap jövök. Jó éjszakát mindenkinek. 6:30, valahogy így. Csá. Elfáradtam azért. Sziasztok.